Csak ugyan. A Józsefváros Újság podcastja. Körbejárjuk azt, ami csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Bendl Vera vagyok. Mai vendégem Farkas Ábel, a Flow Színház vezetője és alapítója, akivel improvizációról fogunk beszélgetni. Körbejárjuk, hogy mit jelent egy improszínház, kinek segíthet és miben az improvizáció felfedezése és gyakorlása, egyáltalán mi szükségünk van erre a képességre. Hello Ábel, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Hello. Farkas Ábel eredetileg matematikusként végzett az ELTE-n. Később Skóciában tanult, majd Finnországban, Svédországban, a Jeruzsálemi Héber Egyetemen és az MTA-n folytatta kutatásait. Szakterülete a fraktálgeometria és a valószínűségszámítás volt. Ezt azonban egyszer csak abba hagyta, és néhány éve improszínházzal foglalkozik. Workshopjai, amelyek nem igényelnek színészi tudást, igen közkedveltek, a helyek általában néhány nap alatt betelnek. Ábel, először csak szeretném kifejezni a csodálkozásomat, hogy a matematika után jött ez az improszínház, és így látszólag nekem úgy tűnik, hogy ez a kettő teljesen ellentmond egymásnak, mint hogyha a teljes spontaneitás állna szemben valami racionális kiszámítottsággal. Ez így van, vagy ez teljesen rosszul látom? Nem annyira közeli a színház, főleg az improszínház, meg a matematika, ez valóban igaz, de ettől függetlenül az, hogy a spontaneitás, az szerintem főleg a matek kutatásban az tök fontos dolog, mert alapvetően ugye egy matek kutató azt csinálja, hogy megpróbál rájönni olyan azonosságokra, képletekre, amikre még eddig senki nem jött rá, és azt úgy kell neki csinálni, hogy megpróbál spontán megoldani egy feladatot, és ugyanúgy megpróbálja megtalálni a kapcsolódásokat, és rengetegszer ugyanúgy az intuícióra hagyatkozik, hogy megtaláljon kapcsolódásokat a matematikán belül, aminek a segítségével esetleg meg tudja bizonyítani a dolgokat, úgyhogy igazából a spontaneitás az mind a kettőben tökre jelen van. Tehát ez érdekes, amit mondasz, mert hogy ahogy te leírod a matematikát, amiből te később átmentél az improszínházba, abból úgy tűnik, hogy a matematika az egy ilyen nagyon izgalmas, változatos dolog, miközben ugye az iskolai oktatásban meg azt szoktuk meg, hogy vagy az az élményünk lehet, hogy ez egy hát unalmas dolog, ami a kockáknak való. Szerintem amúgy alapvetően az egy probléma, de ez csak az én véleményem, az egy probléma szerintem a matek oktatással, hogy nagyon hamar elhitetik a gyerekekkel, vagy az emberekkel, hogy hát ez bonyolult, és hogy ez nem megy nekik majd, és akkor az emberek nagyon hamar elkönyvelik, és onnantól kezdve, hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekik nem megy, onnantól kezdve valahányszor jön ez a téma, akkor már le is kapcsolnak figyelembe, mert hogy nem tudja őket lekötni, mert hogy úgysem megy nekik. Pedig szerintem amúgy nagyon nagy része mindenki számára megérthető, meg hozzáférhető matematikából. Van is egy ismerősöm, Pintér Gergő, aki szokott tartani ilyen laikusoknak is matek előadásokat, fesztiválokon is például, és igyekszik úgy magyarázni el a matekot, hogy képletek nélkül így a tágabb közönség részére, és neki az a hitvallása, hogy hát tartanak ilyen irodalmi felolvasó esteket is, ő meg van róla győződve, hogy a matematika sem csak az iskolában tanítandó dolog, hanem máshol is lehet, és tök sok, tele szokott lenni sokszor az ő hallgatósága, mert az emberek tényleg akarnak, vagy tényleg érdekli az embereket, meg tényleg egy érdekes dolog, csak lehet, hogy a prezentáció, ami van, az nem a legalkalmasabb. Ez is egy ilyen nagyon kreatív terület. Ja, hát a kreatívnak mindenképp kreatív terület a matematika, de hát valószínűleg minden is tud kreatív lenni, hogy az ember úgy áll hozzá, de alapvetően én izgalmas dolognak tartom a matematikát, tehát az, hogy az ember rájön új dolgokra, az tényleg ilyen felfedező érzéseket tud benne kelteni, hogy mit tudom én, ezt a dolgot ő találta ki először, hogy ő jött rá, vagy még ha nem is ez, akkor csak szimplán az, hogy ha lehet, hogy már rájött más, akkor is sokszor az, hogy egy nehéz dologra valaki rá tud jönni, az lehet, hogy olyan érzés neki, mint másnak az, hogy megmásztam a K2-t. Uh-huh. De hogy ugye te meg ráadásul éppen valószínűségszámítással foglalkoztál, amiről én annyit tudok, hogy valaminek a valószínűségét számítjuk ki, és ugye ehhez képest az improvizáció. Hát ugye a valószínűségszámítás az a véletlennel foglalkozik, és az improvizációban tökre a véletlennel. Tehát ott pont az van, hogy úgy mész fel a színpadra, hogy nem tudod, hogy mi lesz, nem tudod, hogy mire számíts. Tehát valahol itt is a
mind a kettő a véletlennek a valahogy abban megtalálni a szabályt. És akkor már itt tartunk a véletlennél, mondjuk ez egy ilyen tök szép fogalom, vagy érdekes fogalom, akkor úgy tűnik, hogy ez neked egy fontos fogalom, vagy egy fontos dolog valahol hát az életedben. Abszolút. Hát alapvetően én, amikor elkezdtem a kutatást, akkor én determinisztikus fraktálokkal foglalkoztam. A determinisztikus azt jelenti, hogy nem véletlen, hanem hogy egy előre megírt pontos szabály alapján működik a felépítése. És a fraktál ez mi? Mert a determinisztikus azt értem. Igen, mindjárt abba is belemegyek. És tehát én az elején tehát determinisztikus struktúrákkal, fraktálokkal kezdtem el foglalkozni, és egy ponton azért kezdtem el tudatosan váltani a véletlen felé, mert én azt éreztem, hogy a véletlen sokkal inkább természet és valóságszerű, mint az, hogy valami íróasztal mögött konkrét paraméterek mentén meghatározott szabállyal menni. Amúgy egy nagyon sok közös dolog is van benne, sőt, én azt sem álltam, hogy a valóságban az élet az biztos, hogy véletlen. Én azt is el tudom képzelni, hogy determinisztikus a világ, és előre meg van írva minden. Mert hogy úgy van megírva, hogy ahogy ütődnek a részecskék, úgy majd kialakul valami, és úgy lesz, de ez is tehát ezt csak el tudom képzelni, nem állítom, nem is állítom se azt, hogy így van, nem, se azt, nagyon hogy nincs így. Gyorsan a filozófiára, megérkeztünk a filozófiához. De igen, folytasd. Igen, tehát hogy sokkal valóság és életszerűbbnek éreztem azt, hogyha véletlennek a struktúráit vizsgáljuk, és akkor a kutatásomban ebbe az irányba mentem el a PhD-m alatt. És mire jutottál véletlennel kapcsolatban? Hó. Alapvetően először visszatérek arra a kérdésedre, hogy mi is az a fraktál, hogyha már kérdezted. Fraktál, hát alapvetően ez nem egy pontosan jól definiált fogalom a matematikában, különbözőképpen is szokták definiálni. Tehát ezek ilyen fura halmazok, ilyen nagyon irreguláris halmazok a világban. Tehát akár az számegyenesen, akár a síkon, akár a térben, akár többdimenziós térben, ha valami nagyon fura irreguláris halmazunk van, ami nagyon szokatlan tulajdonságokkal bír, akkor azt gyakran hívják fraktálnak. Onnan jön az elnevezés, hogy lehet dimenzió fogalmat megfogalmazni mindenféle halmazokra is, különböző dimenzió fogalmak is vannak, és ha az ember ezeket a dimenzió fogalmakat vizsgálja, akkor egy ponton észreveszi, hogy amúgy van tördimenziós alakzat is, olyan, ami mondjuk 1,3 dimenziós, vagy log 2 per log 3 dimenziós. Kicsit már beletörik az agyvelőm. Igen, tehát hogy tört dimenziós, nem egész szám lesz a dimenzió, nem 1, 2 és 3, hanem valahol a kettő között. És, de amúgy egy másik ilyen jellemző dolog, ami nem minden fraktára igaz megint csak, de sokra például igaz, vagy azt szokták fraktálnak írni, hogy van egy ilyen ismétlődő minta vagy formázat. Tehát, hogy valahol veszel egy, belezoomolsz egy kicsit, mondjuk veszel egy brokkolit, és akkor leveszel róla egy ilyen kis darabkát, rázumoz, akkor az úgy néz ki, mint hogy egy eredeti brokkoli. Mondtam, mint az eredeti brokkoli, ha abban is leveszel egy ilyen kis darabkát és belezumoz, akkor ott is az is úgy néz ki, mint a brokkoli. Tehát ez egy ilyen fraktál tulajdonság, hogy akármilyen kicsire bezumoz, mindig látsz egy hasonló mintát. És akkor a brokkoli például egy véletlen fraktál, ahol ez nem egy determinisztikus minta, hanem nem mindig pont ugyanúgy néz ki a bezumolásnál, de hasonló, valamilyen véletlen hasonlóság van benne. Igen, és akkor a véletlennel kapcsolatban mi jött? Azért akarom most ezt a véletlent kihozni, mert hogy most ebből folyt a kutatásod, ugye ebből igen, igen. Valamit kihoztam matematikailag, amit ha tudsz röviden elmondani, körülök, de nem muszáj, és hogy ha láthatóan ez határozza meg a mostani tevékenységedet és az Impro-színházat. És azért érdekel, hogy mit gondolsz erről, vagy mi a jelentősége az életben számodra ennek? Számomra, vagy úgy általában a véletlennek? Mindkettő. Hogy a véletlent és annak analízisét, matekját, azt rengeteg helyen használják. Ugye manapság tudományos cikket kb. Nem lehet publikálni, hogyha mondjuk, tehát ilyen nem matematika területén, annélkül, hogy ne lennének valamilyen statisztikáid, amik nem gondolom, hogy minden esetben indokoltak lennének, hogy ilyet kell csinálni, de valahogy
ez lett a tendencia, hogy mindent a statisztikákkal próbálunk alátámasztani, de hogy alapvetően rengeteg mindenre tényleg jó is, és rengeteg mindent meg is lehet vele jósolni, és akkor vagy legalábbis egy jó eséllyel meg tudjuk ugye jósolni a dolgokat, tehát mondjuk az időjárás jelentés egész jól meg tudja mondani nekünk, hogy lesz eső vagy nem, nyilván nem 100%-ba, de van egy bizonyos tévedési esélye, de egyébként meg belövi, hogy nagyjából mire számíthatunk. És akkor például szerintem a Covid alatt azért az emberek egészen jól kellett, hogy megtanuljanak, hozzászokjanak a véletlennel való működéshez, mert szerintem amúgy az emberek tökre hozzászoktak manapságra ahhoz, hogy kontrollt tartanak az életükben minden fölött. És ezt nagyon is ragaszkodnak is sokan hozzá, hogy minden egy valamilyen kontrollált körülmények között menjen, és emiatt a véletlenekkel egyre jobban hadilábon állunk, mert azok azok, amik porszemek a gépezetbe. És akkor a Covid alatt hirtelen minden szokás és mindenféle dolog is felborult, és az, hogy mondjuk elmegyünk egy nyaralásra, az nem úgy nézett ki, hogy oké, megveszük a repjegyet és elmegyünk, hanem úgy nézett ki, hogy megveszük a repjegyet, és ki tudja, hogy lesz-e nyaralás. Kellett számolni mindenféle valószínűségeket ott az embernek, hogy jó, megveszem ezt a repjegyet, de az is lehet, hogy a repjegyet nem fogják törölni, de mondjuk bezárják az országot, vagy akkor olyan lesz a Covid veszély, hogy nem érdemes oda menni, vagy nem lehet ki elhagyni majd a házadat, vagy lefoglalod a nyaralót, de bele kell számolnod, hogy lehet, hogy egyáltalán repülő nem fog menni oda akkor éppen, és akkor mennyit buksz ezzel. Tehát, hogy valamennyi egy kicsit legalábbis az embernek ezt a valószínűségi gondolkodást bele kellett hozni az életébe, hogy ilyen valószínűségi alapjon kiszámolja, hogy minek van értelme, meg minek nincs. Ebbe szerintem sokan bele tanultak, vagy hozzászoktak, hogy ennek igenis van egy fontos szerep, hogy nem tartatunk mindenen kontrollt. Lehet, hogy nem mindenki mondjuk konkrétan leült és kalkulátorral számolgatott várható értékeket. Én mondjuk előfordult, hogy ilyesmit csináltam valamilyen döntéseknél, de ettől függetlenül elvi valószínűségeket mégiscsak számolt az ember, hogy így felmérje magának, hogy van-e értelme, vagy nem. Még ha nem is a számszűrűsítve. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem mindenkinek sok fontos szerepet játszik így a véletlen, és annak a becsülgetése az életében, még akkor is, hogyha nem tudatosítja ezt magában, hogy valójában ezt csinálja. Például az ember, hogyha benne van egy párkapcsolatban sokszor, akkor is méregeti, hogy mennyi esélye van annak, hogy ebben mondjuk sikeres lesz, vagy hogy mondjuk sokszor látom az embereket, főleg miután mondjuk úgy érzik, hogy a biológia órájuk jobban ketyeg, hogy már rögtön a kapcsolat elején nagyon-nagyon meggondolják, hogy ebből egyáltalán belemenjenek, vagy van-e értelme, meg ilyenek, mert hogy ők is valamilyen valószínűségi modell alapján elkezdik úgy próbálgatni, kiszámolni, hogy nekik jó-e vagy sem. Most megint csak nem számszerűen számolgatni, de úgy érzésre. Igen, tehát azt mondod, hogy ilyen helyzetekben ha nem is tudatosan, de 100%-os becsléseket végzünk arra, hogy ezzel a férfivel 49%. Hát igen, ez az, hogy nem számszerűen, de hogy úgy próbálgat. Tehát, sőt, olyan is van, aki tényleg százalékokban szokott néha beszélni ilyenkor, de alapvetően... Te szoktál ilyenekbe gondolkozni? Nyilván gondolkodik ilyenekbe az ember. Azt gondolom, hogy mondjuk konkrétan a párkapcsolatnál azért nehezebb ez, mert ugye a szerelem mellett elég sokszor a logika az elgyengül. De nem is biztos, hogy az hozza ki az igazi eredményt, azért láttunk már csodákat, nem? Ilyen értelemben látszólag nem visszaélő párok nagyon hosszú boldogságát például, vagy ilyesmi. Hát igen, igen. Bár szerintem, tehát például én voltam egy szervezetesküvőn, szervezetházasságon Indiában, ismerem a párt is, és ők is úgy ismerkedtek meg, hogy találkoztak kb. 8-szor az esküvő előtt, vagy sőt, hiszem 3-szor találkoztak, 8-szor beszéltek, vagy valami ilyesmi, soha nem értek egymáshoz még, és akkor az esküvő ott mindenféle rituál, én ott voltam az esküvő, mindenféle rituálékon mennek keresztül, azon keresztül érintik meg egymást először. De hogy láttam a rendszert is nagyjából, vagy volt minimális rálátásom arra, hogy hogyan működik, hogyan választják. Tehát ez nem az van, hogy az ember elképzeli a nyugaton, hogy itt összekényszerítenek két embert, hanem ők nekik szabad választásuk és döntésjoguk van abban, hogy ezt akarják-e vagy sem, hanem csak igazából inkább segítenek a családok, vagy a család megtalálni a megfelelő választást, mert úgy, és őket behisznek is, mert hogy ők tudnak jó választásban segíteni, mert hogy
tökre jól ismerik a gyerekeket a szülők, és amúgy sokkal nagyobb tapasztalatuk van az élethez. Tehát ez nekik a hit kérdése, hogy rámerik bízni. Én azt tapasztaltam ennél a párnál is, hogy nagyon szeretik egymást, nagyon tényleg oda vannak egymásért, vannak gyerekük, tök boldogok együtt. Ugye itt a nyugaton azt látod, hogy egy házasság, az a mondjuk az esküvő az, amikor a csúcspontja a két ember kapcsolatának, és akkor utána, tehát az, amikor a legnagyobb ponton van az indiaiba, ott körülbelül az a kezdő, induló pont, és onnan megy fölfele. Azt mondtad, hogy az emberek a véletlenekkel egyre jobban hadilában állnak. Hogy a kontrollmániájuk miatt egyre zavaróbb nekik, mert ugye mondjuk 200 éve nem volt ennyi minden kontroll tartható, mint most. Nem tudom, én előre tudod jelezni, hogy lesz egy hurrikán, vagy egy cunami, és akkor hogyan tudsz ezzel ellen védekezni, vagy tudod egész nap követni konkrétan a telefonjának a nyomkövetőjével, hogy hol van a gyereked, és a többi, és a többi. Míg annak idején lehet, hogy elment játszani, azt láttad este. Én is modern ember vagyok ebben az értelemben, hogy sok mindent nyilván érdemes, mert nem hülyeség a dolgokat kontroll alatt tartani bizonyos szintig. Nem fogod hagyni, hogy a vadkutyák bejöjjenek a házba, oda raksz egy ajtót, és akkor valamennyire kontrollálod a világot magad körül. Hát nyilván megvan egy ideális mennyiség, vagy az arany középút, és bármelyik irányba is nagyon elmenve, tehát ha semennyit kontrollt nem tartani, vagy túl sok kontrollt, az valószínűleg nem egészséges. Szerintem tök sok jó dolgot hoz be az ember életébe a véletlen. Tehát nyilván, hogyha belősz magadnak egy rendszert az életedbe, hogy fogsz élni, milyen órarend, stb., mindent tudsz, hogy lesz, akkor én azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért belefásul az ember abba, hogy megvan mindig tervezve mindene. És hogyha vannak olyan impulzusok, amikre nem számítasz, és fel tudja pesdíteni, új dolgokat hozni az életedbe, az azért mindig jó dolog. Közepesen sikerült hozzád közel jutnom ezzel, de hogy majd dolgozunk rajta. Tehát eleve, ha elmondanád azt, hogy mi az az impro-színház, így a hallgatóknak pontosabban, hogy ők értsék, és akkor ugye a véletlennek mi a szerepe benne? Hát az impro-színház az gyakorlatilag az, hogy improvizálunk jelenteket, tehát hogy fölmenjünk a színpadra, nem tudjuk, hogy mi lesz, és ott próbálunk megkreálni egy sztorit, eljátszani egy sztorit, annélkül, hogy ez előre meg lett volna írva. Tehát itt gyakorlatilag az impro-színész az egyben rendező is, meg forgatókönyvíró is, nem csak színész. De hogy ezt ráadásul nem is átgondoltan csinálja, hanem úgy nagyjából ösztönből ott a színpadon. Az ösztönt azt itt azért raknám idézőjelben, mert ez egy ilyen valószínűleg, mint más is, ez egy fejleszthető ösztön. Tehát alapvetően nagyon sok beidegződésünk, ilyen túlélési stratégiánk van az életben. Mondjuk egy cégnél az ember mindig azt próbálja mutatni ugye a világ felé, meg minden felé, hogy minden teljesen oké, minden rendben van, még akkor is, hogyha szakad a plafon, akkor is fölfele az ember, azt akarja, hogy jó számokat mutogassanak, ezért úgy csinálnak, mintha minden a legjobban menne, egészen addig, amíg lehet. És ugye a színpadon meg nem azt akarjuk csinálni, hogy úgy eltakargatjuk a dolgokat, besöpörjük a szőnyeg alá, és azt mondjuk, hogy minden oké, hanem ott azt a részét akarjuk megmutatni az életnek, meg a világnak, amikkel a problémák, amikkel szembenéz az ember. Mert ugye, ha minden oké, akkor nem túl érdekes. Tehát ott azért megyünk el a színházba, hogy azt lássuk, hogy azok a problémák, amik az én életemben előfordulnak, azok máshol is előfordulnak, és hogy hogyan reagálnak rá mások. Vagy az improv színházi tréningek alatt ezeket az ilyen hozzáállást, ilyen elveket tanulunk, vagy gyakorlunk, hogy hogyan, mitől lesz jobb a jelenet, mitől lesz olyan, amitől jobban kapcsolódik a két színész egymáshoz, amitől jobban kapcsolódik a néző a jelenethez, a történethez, vagy a színészekhez, mitől lesz tényleg mondjuk érdekesebb, vagy jobb egy jelenet. Erre vannak egy csomóféle elv, és akkor alapból az ember nagyon sokszor, amikor először próbálja, akkor sok mindennek ellen megy, mert ugye mint ahogy mondtam például, megpróbálja azt mutatni, hogy minden rendben van, pedig pont a színpadon kellene bajba kerülni bizonyos szempontból. Tehát, hogyha van egy baj, akkor ne besöpörjük a szőnyeg alá, és amit például tökre egy ilyen, például egy standard szokás, hogy ugye, ha már itt a kontrollattartásról is beszéltünk, hogy impro színházban az egy tipik kezdő
szokás, hogy a problémákat, nyilván azt tudja már mindenki, hogy egy problémát kell találni, meg konfliktust a színházban, vagy legalábbis így áll mindenki hozzá, hogy az biztos az van, úgyhogy gyorsan felmegyek a színpadra, és csinálok valami konfliktust, vagy problémát, vagy drámázom egy kicsit. Mert hogy dráma, akkor drámázás, de hogy alapvetően ekkor ilyen kamu problémákat gyártunk, mert az az, amit kontrollat tudunk gyártani. Én most kitalálok egy problémát, mert azt én minden át is gondoltam, és ki is tudom találni, meg kontrollat tudom tartani, és akkor mondjuk azt mondom, hogy ó, pincér csótány van a levesbe. De hogy amúgy ez azért több, tehát színpadon ezt annyira nem érdekes nézni, mert hogy egyrészt a megoldás tök egyszerű, ki van cserélve a levesed, tessék. Másrészt meg nem ez az a probléma, amivel úgy a hétköznapokon szembenézünk, ami annyira érdekelne minket. Itt jön be a véletlen, hogyha igazi konfliktust akarunk találni, igazából bármilyen két emberi lény között, hogyha ők interakcióba lépnek, lesz konfliktus, illetve van köztük konfliktus. Ez elkerülhetetlen. És inkább arról szól talán itt szerintem a jó impro, hogyha nem az van, hogy gyártunk ilyen kamu problémákat, vagyis kontroll alatt tartott problémákat, hanem ott, ahogy két ember interakcióba lép egymással, észreveszi, hogy mi az az igazi konfliktus, ami ott szülődik, és azzal azt kiboncolni, mert sokkal érdekesebb, meg valódi. De várj, az improszínház, most nekem az a fő kérdésem, hogy az a színészekért van, vagy a nézőkért? Én azt gondolom, hogy az ember egy előadást felrak a színpadra, akkor az a néző szempontjából kell nézni, és a nézőt kell szolgálja, de az, hogy az ember gyakorolja ezt, az lehet magáé az improszínésznek tehát az ő saját boldogságért is kedvéért, mint például mondjuk fociból is nagyon szart nézni, nem biztos, hogy a nézőknek jó, de azért lehet, hogy aki szarul focizik is tudja élvezni, hogy ő focizik, tehát nem kell mindenkinek profinak lenni, de hogyha már, ha azt tényleg előadást csinálunk és pénzt kérünk el a játékért, akkor nyilván illendő valami minőséget nyújtani. Az improvizáció fogalmával kapcsolatban kérdezném, hogy ugye most sokat beszéltünk erről, de hogy szerintem az improvizációban van valami lényegileg félelmetes. Nézőként is szerintem sokan kevésbé mennek el egy impro előadásra, mint egy előre megírt rendes Csehov darabra, mert hogy annak van egy szkriptje, és azt tudjuk, hogy jó, és azt már egyszer megírták, és nem fognak bevonni az előadásba, ami iszonyatosan kellemetlen. De hogy úgy képzelem, hogy színészként is nekem elképzelni ezt a gondolatot, hogy ott improvizálnom kell, ez ilyen lényegileg félelmetes. Biztos van olyan személyiségtípus, akinek ez izgalmas. Engem például félelemmel tölt, és bizonyára nem vagyok vele egyedül. Elsőre csak szeretném megjegyezni, hogy ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy az ember elmegy impro színházi előadásra, akkor biztos be fogják őt vonni, mert általában ez nem jellemző. A legtöbb impro színházi előadáson maximum mondjuk, hogy megkérdezik a közönségtől, hogy akkor valamilyen instrukciót adjanak, de arra sem kötelező válaszolni. Tehát az úgy általában, és lesz, ott van mondjuk 50 ember, azok között lesz egy csomó olyan, aki ezer örömmel mondja majd az instrukciókat, tehát aki ki akar maradni, az könnyedén ki is marad. Tehát ha valaki csak ott ül, akkor ő nézőként részt tud venni. Annélkül, hogy bevonnák. Alapvetően abban egyetértek, hogyha az ember beül egy impro előadásra, abban nézőként legalábbis, hogy az elvesztegetett időpénz rizikó megvan, mert semmi nem garantálja, hogy ez tényleg egy ilyen tökéletes vagy nagyon jó sikerült előadás lesz. Sőt, igazából a legjobb improsoknak is gyakran vannak rosszabb jelenetei, mert hogy ugye a véletlen befolyásolja az egészet, és előfordul az, hogy valahogy nem úgy jön ki a lépés, vagy valami nem úgy sikerül. Nyilván alapvetően én azt gondolom, hogy van egy tendencia, hogyha valakik nagyon jók, akkor azoknak általában jobbak az előadásaik. Igen, hogyha mondjuk egy írott darabra beülsz úgy, hogy ők azok a legjobbak a világon, akkor az valószínűleg szinte biztos, hogy egy jó előadás lesz, hogyha ők készültek rá, és ezt ugye nem lehet ennyire garantálni az imprónál. De hát ez nem egy olyan rizikó, amit ne lehetne az embernek meghúzni, hogy hát beülök, azt nem lesz a legjobb előadás. És az improvizáció félelmetessége? Mint előadó? Hát akármi, igen, mint előadó. Mert úgy azt gondolom, hogy nézőként igazából tényleg az a kockázat, amit teszel, hogy lehet, hogy szar lesz. De hát, hogy ez legyen azért a legnagyobb rizikó az életünkben, vagy ennél legyen nagyobb rizikó is az életünkben, inkább azt mondom, amiket néha bevállalunk. De hogy mint... Én most ezen gondolkozom, hogy ez a rizikó így nézőként, hogy nyilván az, hogy legfeljebb szar lesz, ez nem olyan nagyon nagy baj.
De hogy még nézőként is lehet, hogy én vagyok egy ilyen nyuszi ebből a szempontból, de az egésznek van valami félelmetessége, hogy ugye fogalmam nincs, hogy mi lesz. Tehát nem egy sztori lesz. De akkor magad miatt aggódsz, vagy pedig a színészek miatt? Hát nézőként én nem aggódom a színészek miatt, de most, ha benne vagyok egy ilyen helyzetben, gondolatban, hát nem azt mondom, hogy aggódom magam miatt, de hogy kellemetlen érzésem tud lenni. Tehát, hogy nyilván valamikor ilyen tök fantasztikus, meg így izé, de úgy... De én ezt nem mondom, hogy baj, meg én ezzel senkit nem is akarok lebeszélni, sőt, még magamat se, csak, ja, csak az érzést fogalmazom meg, ami így bennem van, amikor egy ilyenre beülök, vagy készülök, vagy ilyesmi. Hát igen, de hogy most azt fogalmazom meg, hogy az a veszélyes benne, hogy nem tudod, hogy mi lesz belőle. Hát az ember elmegy bulizni egyet, és nem tudja, hogy mi lesz belőle. Na jó, és akkor színészként, nem kell ennél jobban meggyőznöd, csak hogy színészként ez milyen? Hát nyilván, hogy az ember előad, akkor ott van benne egy izgalom, hogy vajon jó lesz-e, meg hogy fog sikerülni, meg, mert tényleg ott van egy csomó random faktor, már alapból az, hogy én is vagyok valahogy ott, meg a társam is, és mi interakcióba lépünk, akkor már a társam önmagában egy csomó random faktor. Tehát előfordul az impróba is, hogyha valaki túlságosan kontrollálni akarja, akkor nagyon ledominálja a párját, hogy az ő ötleteit tudja nyomni, de az annyira nem lesz jó általában. Angolul úgy hívják néha, én improv theaternek írom, de improv comedynek is szokták hívni, és hogy ez amúgy tökre rossz elnevezés, mert amúgy meg így nagyon összekapcsolja a stand-up comedyvel, közben meg nagyon-nagyon az ellenkezője abban, ahogy működik, ahogy alapvetően ha benyög az ember egy jó poént, akkor azzal általában vége a jelenetnek, és vagy szétrombolja, amit eddig felépítettek, vagy egy jó befejezést rak neki. Viszont rengeteg más vicces dolog keletkezik benne, ami nem szándékosan van poénnak számva, vagy pedig ha szándékosan is, akkor sem vicceskedés, hanem egy olyan szituáció születik meg. A másik meg az, hogy a stand-up comedyben ott egy valaki egy ilyen one-man show-t lenyom, és akkor ő minden alatt tud elég jó kontrollt tartani, vagy hogyha mondjuk ott behoz egy-egy embertől valamit, akkor csak annyit von be magának, hogy ott abból rögtön ki tudjon hozni valami jót, és ott zárja le a másiknak a hatókörét, amikor akarja, és ő egyedül elég jó kontrollt tart. És az improvban meg akkor jó, hogyha tényleg ilyen nagyjából van, balanszban van az, hogy a játszók hogyan építik fel a dolgot, és jól is esik szerintem a nézőnek látni azt, hogy mennyire közösen építkeznek föl akár az ő, a néző ötletéből valamit ott hirtelen a színpadon. Ugye te egy közösséget is építesz ezzel az impro színházzal, egy csomó workshopot tartasz, ahova ugye nem is színészek járnak, hanem hát bárki, mindennapi emberek. Miért jó az, ha megtanulunk improvizálni? Vagy mit fog ez adni? Vagy mit adhat? Valamennyire mindannyian tudunk szerintem improvizálni, csak mondjuk egy különböző mértékben. Mi történik, ha fejlesztjük ezt a képességet? Hát alapvetően igen, mindenki tud improvizálni, mert igazából ezt tesszük minden nap. A különbség az improvszínházban az, hogy most úgy kell improvizálni, hogy felmész mondjuk a színpadra, és néznek. Vagy tudod, hogy néznek. Most tök mindegy, hogy egy tréningen vagyunk, nem tök mindegy, hogy egy színpadon vagyunk és százan néznek. Ha már otthon te magadnak akár felveszed kamerával, vagy akár nem veszed föl, csak el akarsz valamit játszani szándékosan egy szituációt, akkor nagyon sokszor már nem tudod, hogy hogyan viselkedjél benne természetesen, mert hogy most magadat figyeled, és mesterségesen próbáld előállítani azt, amit máskor nem figyelsz, hanem csak úgy jön belőle természetesen, és ilyenkor nem sikerül nagyon annyira sokszor természetesen viselkedni. Tehát ez a színészi rész. Tehát az én tréningeimben azért foglalkozunk színészi eszközökkel is, és azzal, hogy megpróbáljuk ezt hitelessé tenni. Másfelől meg, tehát az impro részben, az impro színházi rész, az, hogy megtanuljunk csak úgy természetesen kapcsolódni egymáshoz, mert szerintem az az eszenciája mindegyik jelenetnek, hogy az a két ember, akit éppen nézel, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Jól meg tudjuk úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy ebből ki tudjuk hozni a sztorit, meg tudjuk találni, hogy mi ez a kapcsolat kettőnk között, meg miről is szól ez a jelenet. Ebben nagyon sok minden az együttműködésre alapoz. Még akkor is, hogyha lehet, hogy a jelenetben éppen egymás ellen feszülünk valamiben, attól még a közös cél valójában az, hogy együtt felépítsük ezt a jó jelenetet, tehát, hogy igazából
még akkor is, hogyha két ember veszekszik egymásra a színpadon, akkor is ők igazából egy csapatban vannak, és egy célért küzdenek együtt, hogy jó legyen a jelenet, hiteles, meg érdekes. Alapvetően én nem úgy szoktam ezt mondani, hogy ez terápiásan is jó lehet, vagy hogy fejleszt téged. Én abszolút színházi, improszínházi szemszögből nézem, hogy mit tesz jót a jelenetnek, hogy hogyan álljunk egymáshoz, de alapvetően az a tapasztalat, tehát hogy analizáljuk a jeleneteket, hogy miért viselkedtünk így a jelenetben, akár most öntudatlanul, vagy akár tudatosan, vagy az életben hogyan működik ez, és ezáltal valahol tényleg az emberi viselkedésről is tanulunk azzal, hogy kielemezzük azt, hogy most hogy sikerült ez a jelenet, meg mi volt, mi hogy ment benne, és ugye amiket mondtam, elveket, hogy lehet például egymáshoz kapcsolódni jobban, együttműködni, ezeket gyakorol az ember, tényleg megtanul jobban együttműködni mondjuk akár csapatban, megtanulja esetleg, észreveszi, hogy hoppá, mondjuk akár az emberi kapcsolataimban is, hogyan viselkedem, vagy milyen működtető rugók vannak, vagy hogyan tudok esetleg hatékonyabban megszólítani valakit, vagy hozzá kapcsolódni. Bármi, amiben emberekkel együtt kell működni, abban tök segíteni tud, tökre sokat tud segíteni az, hogyha az ember ebből egy csomót a hozzáállásához hozzátesz. Mondtad, hogy az ember nem a saját életét hozza el ide a színpadra, hoztad fel például. Igazából nagyon sokszor az ember valamennyit hoz saját magából is a színpadra. Nem kötelező szerintem, de elkerülhetetlen, hogy néha egy kicsit magából is rakjon a színpadra, és szerintem én azt tippelem, hogy sokszor jól is esik neki, hogy egy kicsit máshogy megnézi. Tehát kapok néha olyan visszajelzéseket a tréningek után, hogy ők mondjuk egy lelki problémában vannak, de hogy tökre sokat segített nekik, hogy jól érezték magukat, és hogy egy kicsit más szemszögből nézték meg a problémát, vagy mert nem azért meg kiraktuk, mert nem az volt, hogy itt boncolgattuk a problémáját, nem is volt róla szó, csak ő nyilván, ha lát egy jelenetet, akkor azt a saját problémáját rá tudja vetíteni, és akkor csomó nézőpontot tudott itt kapni, főleg az, hogy utána meg is beszéljük. Tehát ő magának ebből tud kiszedni hasznos dolgokat sokszor. Illetőleg nagyon sokszor valaki azt mondja, hogy csak szimplán az esett neki jól, hogy egy kicsit mással foglalkozott. Tökre jól esett nekik, azt mondták, hogy ha eljönnek egy ilyen dologra, és itt másfajta tudatállapotba kapcsolnak. Te kiknek ajánlod az Impro Színházat? Mármint a workshopokat igazából arra gondolok. Tehát azt, hogy próbálják ki, vagy tanulják, vagy ilyesmi. De alapvetően én mindenkinek javaslom, hogy érdemes kipróbálni, mert az ember saját magáról is sokat tanul, meg ez egy játékos formája annak, hogy az ember fejlessze a képességeit, akár az együttműködési képességeit, akár azt, hogy mondjuk meg tudjon szólalni mások előtt, vagy felállni, és csináljon valamit, és Tényleg úgy működnek a tréningek, hogy van egy játékos bemelegítés, ráhangolódás, amiben az ember észre se veszi, hogy lassan már benne van. És akkor egy ponton ezek a játékok, ezek egyre inkább ilyen színjátszós játékokká válnak, és egy ponton már ott vagyunk, hogy akkor most már el lehet kezdeni jeleneteket is játszani. És az én egynapos workshopjaimnak a második felében azért már mindenki jelenetezni szokott, és tényleg az van, hogy hát nyilván elsőre gondolom ijesztő az embernek, hogy kimegy és jelenetet csinál, de hogy tök sokszor már elsőre is tök jó jelenetek tudnak születni. Tehát van, aki azért jön, mert azt érzi, hogy nem tud megszólalni mások előtt, vagy nagyon félénk, és ezen akar segíteni. Van, aki azért jön, mert amúgy ő ki tud állni már mások elé, de hogy szeretne ebben fejlődni, és ezt jobban csinálni. Van, aki azért jön, mert szeret játszani. Tehát, hogy igazából ezerféle indítatásból is, de tök jó dolog kipróbálni, mert az a tapasztalat, hogy az emberek szeretik. És akkor ez egy társulat is, amit csináltok gyakorlatilag? Társulat még nincsen, meleg a legtöbb része az a Flow Színháznak azok a egynapos workshopok, tréningek, meg kurzusok, meg hát szoktam csinálni ilyen önkéntes munkát is, voltam ilyen szegényebb falvakban, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek egy táborban tartani tréningeket. És ők szeretik? Ő az volt a tapasztalat, igen, hogy nagyon szeretik. Tehát, hogy volt tavaly egy tábor halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, és nagyon sokan azt írták a végén a visszajelzésbe, hogy ezek a foglalkozások voltak a kedvenceik, és ráadásul a felügyelők is egy csomóan mondták, hogy némely gyerek
akik nem tudott meggyílni, ezeken a tréningeken tökre meg tudtak nyílni, és kijött belőlük a játékosság, amikor előtte mondjuk nagyon be voltak zárkózva, vagy nem voltak hajlandók semmiben részt venni, itt pedig valahogy pont emiatt a játékos bemelegítés, vagy játékos rávezetés miatt észre se vették, hogy be lettek vonva, de hogy amúgy megélvezték közbe az egészet. A falvakban meg azt éreztem, hogy nagyon sok helyen igazából nem éri inger nagyon a gyerekeket. Tehát, hogy lehet, hogy nem mindenkire, meg nem mindenre igaz ez, de lehet, hogy a szülők nagyon elhanyagolják egyik-másik gyereket, és körülbelül azon megmondanak, hogy mennyire is játszál. Mert hogy ez a dolgod, de hogy amúgy nem tanulják meg, hogy kell játszani. És nincsen ötletük se arra, hogy hogyan játszanak, mert ha csak annyi van, amennyit maguktól ki tudtak találni. Meg egy-egy játék, hogyha mondjuk lehet, hogy Amerikából jöttemet lehet, hogy ismerik, de kb. Ez a non plus ultra játékot. És igazából azt láttam rajtuk, hogy bármilyen újféle játék, újféle inger, az nekik olyan, mintha most egy csodát látnának, vagy egy bűvészt. Ez érdekes, hogy maguktól nem teszük be. Hát nyilván nyilván lefoglalják magukat, és játszanak valamit, csak tehát azért, hogy az emberek mit játszanak, mivel kötik le magukat, az néha egész szofisztikált dolog tud lenni, és nagyon sok idő alatt fejlődött ki. És már nekünk lehet, hogy természetes, mert anyukánk lehet, hogy babakorunktól kezdve tanította meg apukánk, hogy mit, hogyan játszunk, hogy hogyan foglaljuk le magunkat, és hogyan szórakoztassuk magunkat. De ha ez nekik nem volt megmondva soha, akkor lehet, hogy az a játék, ez nagyon sok helyen tapasztaltam ezt, hogy játszunk futóversenyt. Ez volt nekik a játék, és akkor igazából játszanak mindegyikük, csak néha nagyon, ugye ez egy problémás, mert általában az egyik jobban fut, a másik rosszabbul, és akkor ott be is szokott jönni a dráma, mert nyilván föláll, mert ezt tudja játszani körülbelül, ez amit szoktak, és akkor ilyen pár bajokat játszottak, nem is azt, hogy egyszerre játszanak sokan, hanem pár bajokat, és akkor ha valaki elkezdett rosszul állni, akkor ott mindig lett valami kifogás, hogy elesett, leesett a cipő, stb. De hogy ez többször egymás után, mert hogy ugye általában az egyik jobban fut, akkor jobban fut. És akkor, hát igen, szerintem tökre jó volt nekik, hogy jönnek új játékok, de velem, tehát volt olyan, hogy amikor szünet volt, akkor is gyűltek körém a gyerekek, és nekik ez egy nagyon szórakoztató játék volt, hogy próbálja meg kitalálni valamelyik rokonuknak a nevét. Megmondják a kezdőbetűt, és akkor találjam később. És tehát ez is nekik egy ilyen bonyolult, vagy nem bonyolult játék, hanem csak valami, amit a végtelenség tudnak játszani. Szerintem körülbelül azért, mert hogy kapnak figyelmet. Mi a hosszú távú terved a Flow Színházzal, vagy azzal van-e hosszú távú terved? Van, természetesen. Az a terv, hogy egyre több kurzus induljon majd be, illetőleg legyen már akár, tehát most a kurzusból most megy le majd hamarosan az első év Flow Színházas kurzus magyar nyelven, és remélhetőleg jövőre indul majd angol és magyar nyelven is, illetőleg folytatódik a régi kurzusosoknak is a képzése, és akkor kialakul majd egy ilyen kemény maga, akik egyre mélyebb tudással rendelkeznek, és tökre, most is látszik a tréningeken azért, hogy mennyire sokkal összeszokottabb az a csapat, akik együtt dolgoznak egy éve, mint mondjuk akkor, amikor elkezdtek együtt dolgozni, pedig alapból is volt már közöttük sok tapasztaltabb improvs. És emellett meg remélem, hogy előbb-utóbb tényleg lesznek egyre inkább előadások is. Illetőleg hát az egynapos workshopokat, azokat mindenképpen szeretném megtartani, és most már indult ugye angol nyelven is, és tehát így rendszeres workshop angol nyelven improba, azt most jelenleg tudtommal én csinálom egyedül Budapesten. Tehát van egy-egy workshop néha, de így havi rendszerességgel ez van, és tök sokan járnak. Például az angol workshopra, abba tökre most beszokott egy ilyen filmes közeg is, tehát hogy vannak rendezők, akik járnak időnként, vannak amatőr színészek, van olyan, hogy kameramen jár, vagy forgatókönyvíró, emellett járnak drámainstruktorok persze, és járnak teljesen hobbisták is, meg majdnem mindig szokott lenni teljesen kezdő is. És most már tökre kialakultak kollaborációk, tehát vannak olyanok, akik konkrétan a workshopon ismerkedtek meg, és hívták egymást, hogy akkor csináljunk egy ilyen kis filmet, egy rövid filmet, egy valamit. És te kiktől tanulsz egyébként? Én kiktől tanulok? Hát, tehát én is járok egy csomóféle workshopra, járok kurzusokra,
Alapvetően nem is lehet azt, hogy az ember nem csak mondjuk oktatással, meg előadással foglalkozik annélkül, hogy fejleszteni magát, illetve lehet, csak akkor az el fog korcsosulni. Tehát muszáj magadat folyamatosan trenírozni, mert különben az abba a hitbe fogod magadat esetleg tenni egy ponton, hogy ezt tudod, meg megy neked. De hogy ez soha nem igaz, tehát hogy mindig kell magad fejleszteni, mert azt hinni az ember, hogy mély matekot csinálni, az egy erősebb mentális munka, mint mondjuk színészkedni. De hogy amúgy ez nem igaz. Tehát, hogy nem nehéz összehasonlítani talán a kettőféle mentális munkát, de mondjuk matekból komoly mély dolgokra akkor is rá tud jönni szerintem az ember, hogyha egy kicsit ittas. Nyilván eljátszani is tud dolgokat, de hogy matekban egy pillanatra, hogyha kiesel a koncentrációból, akkor vissza tudod magadat szedni. Tudhat cikázni, meg másra foglalkozni az agyadat, míg a színjátszásban, ugye mondjuk lehet, hogy van egy szöveged, akkor azt tudni kell, ha nincs szöveged és improzol, akkor ki kell találnod a jelentet, tehát erre is kell figyelned. Másrészt figyelned kell, hogy tartsd a karaktert, figyelned kell, hogy tartsd a jelenlétedet, és közben figyelned kell, hogy a másik mit csinál, és ott valódian tudjál reagálni a dolgokra, tehát ott a jelenben annyira jelen kell lenni, hogy az sok szerintem egy fárasztóbb jelenlétet igényel, mint matekozni. Nehezebb a színésznek, mint a matematikus. Hát, ez egy relatív... Ízős értelme. Azért valószínűleg több a színész, mint a matematikus. Szeretnél üzenni valamit azoknak, akik gondolkoznak, hogy impro-színházba menjenek, vagy non-színházba? Vagy akik még sosem voltak impro-színházba esetleg azoknak? Hát, akik sosem voltak, azoknak azt üzenem, mert ezt amúgy kapom is például e-mailben is az emberektől, akik esetleg már kacérkodnak az ötlettel, hogy kipróbálják-e, és akkor írnak, és aztán írnak, hogy valamit kérdeznek róla, aztán talán mondják, hogy oké, még majd átgondolják, vagy még szoktatják magukat a gondolathoz, hogy ez a része, amit nem szabad csinálni az embernek, hogy szoktatom magamat a gondolatot. Tehát ez akármennyire is próbáld magad szoktatni, ez akkor is az lesz, hogy odamész, pont ugyanott leszel rajta, hogy nem tudod, hogy mi lesz, és hogy nem. Tehát erre nem fogsz úgy felkészülni, hogy nem vagy ott. De amúgy erről szól az impro is, hogy menj, és csináld, és aztán majd lesz belőle valami, és nyilván előbb-utóbb egyre jobb lesz, de hogy ez úgy mindenben is igaz az életben, hogy az ember a tökéletes körülményt várja, vagy a megfelelő dolgokat, akkor sokszor várhat. Tehát, hogy igazából kezd el csinálni a dolgokat, és aztán majd közben tudod majd csiszolni a dolgot, de nem kell tökéletesnek lenni elsőre. Soha se kell tökéletesnek lenni, mert szerintem ez az, ami nagyon sokszor visszafogja sok mindenbe az embert, hogy megvan ez az igényünk rá, hogy jól csináljuk elsőre. És amúgy ezt az impro színházban is, meg a színjátszásban is tökre ezt tapasztalom amúgy, hogy még akár a profik között is néha rosszul birkóznak meg azzal, hogyha nem sikerül elsőre. Pedig miért sikerülne bármi is, tehát a színjátszásban, most akár nem is az impro színházról beszélek feltétlenül, hanem csak eljátszani, miért sikerülne elsőre tök jól. Hát most csinálja az ember lehet először, attól még, hogy az életben mondjuk viselkedünk valahogy, nem biztos, hogy tudunk természetesen, sőt, biztos, hogy nem tudunk természetesen viselkedni elsőre, hogyha néznek minket, és ilyen mesterségesen akarom megkreálni a szituációt. De valahogy azért, mert hogy az életben ezt tudjuk csinálni, amikor nem néznek minket sokszor természetesen, viszont emiatt azt gondolom, hogy hát akkor ezt tudja, miért is nem menne elsőre. De amikor meg sportolunk, akkor nem várjuk el magunktól, hogy egyből 3 pontosokat dobáljunk hiba nélkül. Tehát ez egy ilyen tök fura hozzáállás, vagy ez a tapasztalat, hogy színjátszásban elvárják az emberek, hogy elsőre tökéletesen menjen, és akkor a kudarcot rosszul viselik, meg a kritikát, míg a kosárban mondjuk nem. Lehet, hogy így a színjátszásban csomó szubjektív szempont van, még a kosárlabdán, meg a sportnál ott van egy egyértelmű visszajelzés, hogy nem ment be a gyűrűbe, tehát akkor valószínűleg el lett cseszve. Ez nem is kérdés. Mert ugye el lett rontva. Ez nem is kérdés. Szóval nem kell tökéletesnek lenni. Igen. És hogy csináld. Menj és csináld, aztán majd lesz. Szuper végszó. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. És hogy megosztottad meg a gondolataidat. És köszönöm hallgatóinknak a figyelmet, várjuk Önöket a következő alkalommal is. Ez volt a Csak Ugyan.
Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket YouTube-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, Spotify-on, metrón, villamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.